Sziasztok, sziasztok, itt Iron Lady Hungry, és a mai videóban úgy gondoltam, egy kicsit szemügyre veszlek titeket is, hiszen tudjátok rólam, hogy nagyon-nagyon szeretek fényképeket szerkeszteni. Voltak már extrém fénykép szerkeszteim, voltak kevésbé extrémek, amikor tehát igazából csak a színekkel variáltam. Viszont úgy gondoltam, hogy ma ezt a tudásomat másba fektetném bele. Ezért megkértelek titeket, hogy küldjetek el nekem a legjobb képeiteket, és én még jobbá varázsolom őket, még szebbé varázsolom őket Photoshop által. Úgyhogy szerintem nézzük is meg, hogy milyen fényképeket küldtetek ti. Ha még nem lájkoltátok volna be az I Have No Idea Hunger is Facebook oldalt, akkor tegyétek meg, mert ide szoktam kitenni ilyeneket, és például most, hogyha lájkoltad volna és küldtél volna képet, lehet, hogy benne lennél a videóba. Úgyhogy lájkoljátok be, a link a leírásban van. Jöhetnek a legjobb képeitek, még jobbá teszem őket egy kis Photoshop varázslattal. Nézzük, miket küldtetek. Te jó ég! Ez mi? Ez micsoda? Ádám! Van nekünk tűzijátékos fénykép, van képek emberekről. Barni. Barni küldött más valamit. Vannak cicás képek, vannak táncolós képek, mindenfajta kép van. Úgyhogy szerintem válaszunk ki egyet, és kezdjük el a Photoshop varázslatot. Kezdjük egyből egy kutyás képpel, hiszen mi is lehetne jobb kezdésként, mint egy aranyos kutyás kép. Iszonyat aranyos ez, Fanni. Le is töltöm. És azt írja, hogy Szocsi a kutyám. Tehát bedobjuk ezt a képet Photoshopba, és kezdjük is el egy kicsit szebbé varázsolni. Kezdjük azzal tehát, hogy a kezedet leszedjük a képről, mint hogyha a kutya saját magát tartaná így. Aha, jó. Miután a kutyád most már egyedül megáll, olyan, mintha így nyújtaná a tenyerét valamivel, tehát tegyünk bele szerintem, ha már Szocsi, akkor egy Szocsit, mintha a reklámja lenne, és annyit mondaná, hogy tessék, vedd el. Egy kicsit kijavítjuk a színeket. És mi lenne, hogyha fű helyett Szocsi mező lenne mögötte? Most figyeljétek. És kedves Fanni, a kis kedvencedből már is reklámarcot gyártottunk, szebbé tettük. A következő képet Kovács Roxának küldte, egy nagyon jól elkapott pillanatkép nővérem jó voltával. Amikor általában azt mondják az emberek, hogy nagyon jól elkapott pillanatkép, én nekem mindig az jut eszembe, hogy valami olyasmi van a fényképen, ami mulandó, ami csak egy pár másodpercig lehet rajta a fényképen, és ippek sikerült megnyomni akkor a kamerát, amikor ott volt az. Ilyen lehet például egy hullócsillag, ezen viszont nem látok semmi mulandót. Úgyhogy most beletesztük ezt a mulandó tényezőt. Kezdjük először is azzal, hogy elválasszuk Roxanát a háttértől, és amint ez megvan, beletettünk egy mulandó valamit. Hát kedves Roxana, ott van az, hogy éppen egy repülőgép zuhan le. Jól elkapott pillanat, és sajnos nem csak a repülőben nem úszták meg, hanem Roxana, te sem, hiszen pont rátámadt egy oroszlán. Viszont ha rátámad egy oroszlán, akkor nem úszod meg ilyen könnyen. Amondó vagyok, hogy ezt a tetoválást szedjük le, és tegyünk oda karom nyomokat, hiszen az oroszlán már szétkarmolta a hátadat. És meg is van, Roxana, a tökéletes pillanatban elkapott fényképed. Jöhet a kövikép. A következő képünk Szarvas Lilié, ezt ajánlom fel neked, Ábel legjobbakat. Ugyan már. Mikor nem adok bele mindent? Lili, szebbé teszlek. Először is kezdjünk azzal, hogy kijelöljük Lilit, de csak is az arcát. Majd pedig kijelöljük a lovadat, de csak is az arcát. Majd pedig nyomjunk rá egy gombra, és akkor véletlenül... Jaj! Ezt nem így akartam. Jó lesz így is. Ancsa képe következő, aki ezt küldte, már eleve nem tudom, hogy ilyet hogy lehet, hogy képes az emberi test, hogy egy ilyet megcsináljon. Hát esküszöm, kipróbálom. 3, 2, 1. Hát Ancsa, tisztelet, hogy ezt itt meg tudod csinálni, mint ahogy láttad, én nem tudom. De ez nem elég epik ez a kép. Ez lehetne százszor epikebb, százszor félelmetesebb ez a kép, hogyha valami menőbb hátteret varázsolnánk neki. Mert kedves Ancsa, tudom, hogy te ennél sokkal menőbb vagy, sokkal jobbat érdemelsz, úgyhogy... Ráteszlek téged egy kötélpályára. Ezt a kedves úrt ki is szedjük innen, Ancsa, mert ez a te helyed, ez neked van itt. Jó, tehát a kedves úrt ki is szedtük innen, mert Ancsa, ez a te tereped, úgyhogy már csak annyit kell csinálni, hogy rádobjunk téged a kötélre. Bum! Megfordítunk téged, és Ancsa, százszor menőbb lettél. A felhők felett 100 000 méterrel vagy. Jön egy kép, ami rólam van, a Barni csinálta rólam, és azt üzeni, hogy a telefon bugyra végtelen. Hát itt az arcom is végtelen ezen a fényképen, de szerintem még mindig nem elég, úgyhogy le is másoljuk magunkat. És már is jobb a kép. Barni, kijavítottam a képedet. Vagy hát az én képemet. És most pedig találjátok meg az igazi Ábert. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do.
Javítóctól ezt a képet kaptam, hát ez ennél egyszerűbb dolgom nem is volt még eddig. Ez az arckifejezés fejezi ki az arcomat akkor, amikor nagyon finom marhahúst tehetek. És nézzük, mi az arckifejezése ilyenkor a marhának. 3, 2, 1! Ó, szegény. Biztos azt üzeni, hogy... Aszta! Végre egy jó fénykép! Ezen nem tudom, hogy mit tudok kiavítani. Bercel, Kovács Bercel küldte ezt. Oké, kedves Bercel, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ki az a Dr. Strange, de hát ugye kapukat tud nyitni, és valami ilyesmi formája van a kapuknak, úgyhogy... A sötétségben és a nagy magányosságban sikerült egy portált nyitnod a kedves hölgy felé, úgyhogy annyi dolgot, hogy átcsusszansz, és már is a tied lehet. Gratulálok, tiéd a hölgy! Ez a kép egy szüreti bárról készült, és Orsolya küldte be nekünk, úgyhogy kedves Orsolya, köszönöm a fényképet, szebbé varázsoljuk. Először is kijelölünk mindenkit, aki ott van a fényképen, senki nem maradjon le nekünk, senkit nem akarok megsérteni. Nagyon-nagyon tisztelem, hogy viszitek elő ezt a hagyományt, fenntartjátok a magyar kultúrát, és ilyeneket csináltok. Tényleg le a kalappal előttetek, de szerintem megérdemeltek egy kis igazi szórakozást. Olyan szórakozást, mint amit manapság a fiatalok csinálnak, úgyhogy a szüreti bárból varázsolnék nektek egy kis diszkót. Mindenki megérdemli, főleg egy ilyen jó szület után a diszkózást. Már csak a színek nincsenek rendben. Tadám! És már is diszkóban nyomjátok a... Érik a szőlő, hajlik a vesző, bódor a levele. És jön egy utolsó kép, Milántól érkezett be ez az utolsó kép. Ez, ha megszerkeszted, jobb vagy, mint Benipova a szerkesztésbe. Nem láttam, hogy Benipova mit csinált ezzel a fényképpel, de én biztos jobbat csinálok, mint Benipova. Úgyhogy Benedek, harca fel! Itt van, nem tudom, hogy melyik vagy te, Milán, de lényeg, hogy titeket is kijelöllek. És kedves Milán és haverjai, úgy érzem, hogy ti szerettek veszélyesen élni. Viszont ez az, hogy egymás hátán vagytok, ez nem elég veszélyes. De akkor már igazán a veszélynek éltek, hogyha nem hárman, hanem hatan vagytok egymáson. Vagy pedig legyetek 48-an egymáson, és már is veszélyesen éltek. Kedves Milán! Szebbé tettem a fényképedet. Így gyerekek, ennyi lett volna mára ez a videó, remélem, hogy tetszett, hogyha szeretnétek még ilyet, akkor lájkoljátok be, és 3000 like-nál jön a következő rész. Mindig Facebookra fogok posztolni, mindig ott lehet nekem küldeni fényképet, úgyhogy tényleg lájkoljátok be a Facebook oldalamat, nyomjátok be ott is az értesítéseket, illetve Instagramon is kövessetek be, mert ott is megosztottam, hogy most Facebookra lehet feltölteni képeket. Minden social media linkem a leírásban van, úgyhogy nyomjatok rá egy follow-ra, egy követésre, egy like-ra, és a kövi videóból nem maradtok ki. Kérlek, ne legyetek bántásképpen semmilyen fényképet, tehát ez tényleg csupán szórakoztatás ennek a videónak. Remélem nem bántottam meg senkit, viszont most már mindenki tudja, hogy a következő részben, hogyha fényképeket kérek, akkor valami ilyesmire számíthatok, nem túl komoly videóra, úgyhogy ha nem akartok ilyet, akkor egyszerűen ne küldjetek fényképet, csak nézzétek meg a videót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én I have no idea Hungary voltam, és I have no idea Hungary most kijelentkezik, iratkozzatok fel, sziasztok! Wow!